Hoffman a magyar kapuban. Nagyon fontos volt! A lehető legjobb pillanatban Hoffman beállta. Az etós emlékeim azok nagyon régi időre nyúlnak vissza, hiszen én a kézilabdázást Győri Etóba kezdtem el, majd annak megszűnését követően játszottam itt Győrbe a textilesbe. Az élmények számottevőek. Azért az elmúlt nagyon-nagyon hosszú idő alatt rengeteg élményem gyűlt össze. Én azt gondolom, hogy ebből kiemelkedő az, amit átéltem a csapattal, a szurkolókkal. Csak egy rövid történetet szeretnék elmesélni, hogy köztudott volt rólam, hogy nem nagyon szerettem repülni, és amikor EHF kupa döntőt játszottunk Viborgba, akkor az elnökünk megengedte Attila bá, hogy ne a csapattal együtt repüljek, hanem a szurkolókkal egy kis busszal jussak el Viborgba. Hát úgy vigyáztak rám, mint a hímes tojásra. Ezen kívül nagyon fontos szerepet játszott a csapat az életem. Nagyon-nagyon sokat jártunk együtt szórakozni, bulizni. Mi rendszeresen kártyáztunk, volt egy kiépített kártyaasztalunk a buszon, amit mindig vittünk magunkkal, és ezek az élmények is nagyon fontosak. Nagyon fontos számomra etósként, hogy etósként élhettem meg a 95-ös világbajnokságot, ami szintén akár ehhez a létesítményhez köthető, több ezer ember előtt játszottunk a mérkőzéseket, úgyhogy nagyon-nagyon sok emlékem van. Az Etónál én még aktív játékos koromban elkezdtem edzősködéssel foglalkozni, és akkori ifi csapatnak már a kapus edzője voltam, meg mellette a felnőtt férfi kézilabda csapatnak voltam, a fiúknak voltam a kapus edzője. Aztán, amikor abba hagytam a kézilabdát, és megszületett a lányom, akkor utána úgymond megismerkedhettem az élet túloldalával, a civil oldallal is, és akkor az Etóhoz kerültem abban a munkakörben, amit tulajdonképpen a mai napig is folytatok. Utánpótlás szakmai koordinátorként dolgozom a klubnál, mellette pedig még jelen pillanatban is kapusedzősködöm. Jelenleg az Akadémia 3-as csapatnál vagyok kapusedző. Olyan értékeket, amiket jó magam is vallottam, alkalmaztam, tettem, megpróbálom őket a becsületességre, a tisztességre, a helytárásra nevelni. Az, hogy minél jobban próbálják meg magukból kihozni a maximumot, én azt gondolom, ez a hétköznapi életemre is jellemző, próbálok precíz lenni, pontos lenni, és mindezeket az értékeket, amennyire csak tudom, próbálom a gyerekeknek is átadni. Bizonyos dolgokat visszalátok tőlük. Nem nagy dolgokra kell gondolni, de mondjuk például olyanra, hogyha megbeszélünk edzésen a lányokkal valamit, mondjuk tegyük föl, hogy egy játékosnak hova nem szabad gólt lőnie, ez nálunk mondjuk egy heti feladat, és akkor büszkén mesélik nekem délután vagy másnap, hogy Bea néni sikerült ezt megvalósítani, ez már nagyon nagy élmény. Az is visszacsató lesz számomra, hogy jelenleg is több olyan kapust tudok felsorolni az NB1-be, akinek esetleg annak idején valamennyire tudtam az útját egyengetni. Ez lehet, hogy egy kicsit ilyen elcsépelt mondás, amit fogok mondani, de nekem az Eto a múltam, a jelenem, és nagyon remélem, hogy a jövőm is.